Azt hiszem, hogy nagyon sok mindenkit érdekel a világban. Egyrészt az, hogy kiölte meg John Fitzgerald Kennedy-t, az Amerikai Egyesült Államok korábbi elnökét, még 1963-ban. Erre nem biztos, hogy most választ kapunk, de az biztos, hogy megjelent egy újabb könyv Kennedyvel kapcsolatban, amelynek egészen pontosan a címe az Amerikai Álom vége, John F. Kennedy, és itt van már a szerző Fekete Rajmond, a Kommunizmus Kutató Intézet igazgatója, történész. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, köszönöm a meghívást! Mire vállalkozik ezzel a könyvvel? Igazából azt a kérdést tettem fel magamnak a könyv megírásakor, hogy miért van az, hogy egy amerikai elnököt 60 évvel ezelőtt meggyilkolnak Dallas városában, és 60 év távlatából, hogyha megnézzük az amerikai közvéleménykutatásokat, akkor azt láthatjuk, hogy John F. Kennedy valahogy mindig ott van a top 10 legjobb amerikai elnök között. Olyan amerikai elnökök között van egy listám, mint például Abraham Lincoln, aki mégiscsak egy markáns karaktere volt az Amerikai Egyesült Államok történelmének. És igazából arra kerestem a választ, hogy ez miért van ez így. Mennyiben játszott szerepet az ellen elkövetett merénylet. Mennyiben köszönhető ez a politikájának, akár a bel, akár a külpolitikájára gondolok, és mennyire volt köszönhető annak, amilyen kép mind a mai napig él róla, akár a magyarok számára is. És igazából erre kerestem a választ, illetve arra, hogy ez a kép, amit kialakítottak róla, ez mennyire volt tudatosan felépítve, vagy pedig egy ilyen véletleneknek a sorozata volt mindez. Ugye a meggyilkolását valamilyen fajta misztikum vagy titok övezi, és ez a mai napig így van. Ön szerint miért? Nyilván az, hogy rendkívül sok hézag és lyuk volt a sztoriban, hiszen nagyon gyorsan elkapták úgymond a magányos elkövetőt Lee Harvey Oswald személyében, akiről köztudott volt egyébként, hogy nyíltan kommunista volt, a Szovjetunióban élt éveken keresztül, a szovjet felesége volt, de azt követően, hogy elfogják rá, másnapra ugye meggyilkolják, az a TV kameráknak a szeme láttára tulajdonképpen több millió amerikai előtt lövi le őt egy Jack Ruby nevű bártulajdonos, akinek voltak maffia kötődései, és számtalan olyan hézag van a sztoriban, ami miatt az rendkívül érdekes, ráadásul ugye az ezzel kapcsolatos dokumentációk még mind a mai napig ugye vannak részei, amik nem nyilvánosak. Egyébként pont Joe Biden amerikai elnök múlt hét pénteken jelentette be, hogy további dokumentumokat feloldanak a zárlat alól, de én úgy gondolom, hogy ezek továbbra sem fognak minket közelebb vinni ahhoz, hogy mi történhetett azon a napon, és az elmúlt 60 évben számtalan összeesküvés elmélet, kreálódott, kezdve a kubaiak, a maffia, a CIA, az FBI, a mély állam, amely meggyilkolhatta az amerikai elnököt, de ez is egyébként érdekessé, és mind a mai napig úgymond vonzóvá teszi az amerikai elnöknek a személyét. Vannak egyáltalán olyan dokumentumok, amik egyértelműen bizonyíthatják azt, hogy mi történt egészen pontosan, vagy ez is egyfajta misztikum, hogy na, megvannak azok, csak soha nem hozzák nyilvánosságra? Hát ugye a Warren Bizottság a merényletet követően felállt az úgynevezett Warren Bizottság, amelynek az volt a feladata, hogy ugye minden kétséget kizáróan bizonyítani tudják, hogy mi is történt azon a tragikus napon, de a Warren Bizottságnak azért volt egyfajta olyan politikai érzéke, hogy ezt minél hamarabb ezt az ügyet próbálják meg nyugvópontra téríteni, nehogy például kiderüljön az, hogy Kennedyt mégiscsak mondjuk a szovjetek gyilkolták meg, mert az magával vont volna nyilvánvalóan egy válaszcsapást, ami mondjuk egy nukleáris katasztrófához vezetett volna. Rengeteg teória van arra, hogy miért ölhették meg Kennedyt. Ön szerint melyik az a teória, ami talán a leghitelesebb? Hát ez egy jó és nehéz kérdés, főleg így akkor a reggeli órákban, de talán azt mondhatnám, hogy Eisenhower elnök már 1960-ban beszélt ugye erről az katonai ipari komplexumról, amely úgymond az Egyesült Államokat mozgatja a háttérben, és azért Kennedy rendkívül ellenállt annak, hogy bármiféle háború legyen, tehát ő egy háború ellenes elnök volt, egy reál politikus volt, aki elnöksége alatt, ez alatt az 1000 nap alatt azért rendkívül sokaknak a lábára rálépett, kezdve itt a maffiára, hogyha gondolunk, de akár egyébként a katonai vezetésre, hiszen ők disznóból kapcsán is azért egy határozottabb elnöki fellépést vártak, vagy akár Kuba kapcsán, de akár Vietnám kapcsán is. Említett nagyon sok mindent, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy ő a mai napig egyfajta, egyrészt ott van ugye a top 10-ben, a 10 legjobb elnök között, illetve egyfajta misztikum övezi az ő személyét. Az, hogy mondjuk a magánéletébe is beengedte az amerikaiakat, ami addig igazából nem volt jellemző egyik elnökre sem,
És voltak azért olyan pletykák is, amik aztán később vagy kiderültek, vagy nem, ugye mondjuk, hogy követett el akár házasságtörés, nem tudom. Tehát, hogy mindez, hogy egyfajta ilyen bulvár személyiség is lett ő, ez mennyiben járult ehhez hozzá? Ez nagyban hozzájárult, és amit ön is említett, hogy az a rendkívül érdekes, hogy ezek nem hogy gyengítették az ő szerepét, tehát, hogy az ő mitikusságát, az ő államférfiúi tevékenységét, hanem még erősítették is, akár itt, amit ön is említett, hogy ugye itt voltak házasságtörésre utaló jelek, amik egyébként bizonyítottak voltak természetesen, gondoljunk csak a leghíresebbre, ugye a Marilyn Monroe-val való viszonyára, de ezek mind-mind az ő imázsát tulajdonképpen építették, és ők erre tudatosan építettek, hiszen már a 40-es években, amikor még csak kongresszusi képviselő volt John F. Kennedy, már akkor nagyon erősen építettek rá ebben a médiában, hogy ő a washingtoni képviselőháznak a playboy fiúja, aki kabrióval jár Washington utcáin, stb. Tehát ezt az imását a kezdettől fogva rendkívül erősen építették, és hát hogyha megnézzük, ő azért mégiscsak a kornak a férfi ideáját testesítette meg. Ezt szerettem volna mondani, hogy azért ne menjünk el amellett, hogy nagyon jó képű volt. Félretéve nyilván ennek a nem vické részét, de mondjuk a jobb kedvű részét. Igazság szerint az, hogy a legjobb elnökök között szerepelhet, ahogy említette Abraham Lincoln mellett, ez köszönhető ennek, hogy azért a bulvár is nagyon-nagyon részese volt az életének, vagy ez egy tisztán a politikai döntései, a politikai szereplése miatt alapon fekvő döntés? Hogyha a politikát szeretnénk nagyon rendkívül szigorúan értékelni, akkor azt mondhatnánk, hogy kevesebb sikert ért el mind a külpolitikában, mind a belpolitikában, de amit ön is említett, hogy tulajdonképpen kezdettől fogva egy annyira erős média használat van, és talán azt mondhatjuk, hogy az Egyesült Államok és a politika történetében először ő az első olyan amerikai elnök, aki már ezekre tudatosan épít, tudatosan használja a médiát. Ezek mind-mind olyan dolgok voltak, ami nyilván ezt a képet szintúgy erősítette, ahogy ön is említette, hogy sokkal pozitívabban látjuk, hiszen mindenki, akinek mondjuk azt mondjuk, hogy Kennedy, rögtön mondjuk eszébe juthat a Nixonnal való televíziós vitája akár, ahol mégiscsak egy rendkívül magabiztos felkészült elnökről van szó. De ne felejtsük el, és ezt mindenképpen meg kell említeni az ő esetében, hogy ez nem csak a média kellett, hanem az is, hogy ő egy rendkívül alázatos, nagy teherbírású és óriási tudásvággyal rendelkező személyiség volt, aki, ha készült is erre, hogy az Egyesült Államok elnöke legyen, mindvégig rendkívül nagy alázattal állt ehhez a feladathoz. És mindamellett, hogy ő már használta a médiát tudatosan és úgy is nagyon jól is, ami tulajdonképpen kellett ahhoz, hogy ő elnök legyen. A halála is, meg tulajdonképpen az egész lénye az utókornak is adott egy olyan bázist ahhoz, hogy számos film készült. Azóta is róla könyveket írtak, róla könyveket írnak a mai napig. Mindez tulajdonképpen ebben rejlik, hogy az ő személyiség az nagyon összetett volt, és nagyon sok oldalról meg lehet közelíteni? Igen, és ahogy nagyon rendkívül jól rátapintott a lényekre, hogy a halálát követően egy mítoszépítés kezdődik, ez a feleségének, Jackie Kennedynek köszönhető, aki a temetést is tulajdonképpen egy olyan fajta gyászceremóniává emelte föl, hogy mindenki emlékezzen rá, hogy milyen volt a temetése, vagy az, hogy pár héttel a temetést követően ugye a Life magazinnak ad egy nagy interjút, ahol beszámol a magának, a merényletnek az összes részletéről, és ott használja először azt a kifejezést az elnökségre, a Kennedy elnökségre, hogy ez tulajdonképpen egyfajta Camelot volt. És tulajdonképpen a Jackie Kennedy kezdettől fogva azt akarta, hogy tulajdonképpen a történelmet és az, hogy hogyan emlékezzenek a néhai amerikai elnökre, azt tulajdonképpen ő kézben kívánta tartani, és ez sikerült neki, hiszen láthatjuk, hogy tulajdonképpen akarva akaratlanul is létrehozott egy úgynevezett Camelot iskolát, ami ugye számtalan tudományos cikknek, illetve kötett könyveknek, filmeknek adott egyfajta értelmezési keretet az elnök halálát, illetve életét követően. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Én köszönöm.